A már megszokott helyszínen a Bessenyei Gimnázium dísztermében tartotta szurkolói ankítját a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen többször elhangzott, hogy a 2017-es esztendő mérföldkő lehet az együttes életében. Amennyiben az NB2 ötödik helyén álló gárda kiharcolná a feljutást, vállalnák az NB1-et, és ősszel már az új stadionban fogadhatná ellenfeleit Révész Attila együttese. A következő tanévben elkezdődik a képzés a labdarúgó akadémián, amelytől azt várják, hogy hosszú távon biztosítsa a minőségi után. Pótlást. A jelenlegi együttes 4 új futballistával erősödött. Bacsa Patrik Diósgyőrből, Horváth Adrián Jirmótról, Horváth Zoltán Ausztriából, a magyar állampolgárságú Mihajló Ryashko pedig Ukrajnából érkezett Kisvárdára. Olyan posztokra sikerült igazolnunk, amelyek hiányoztak az őszi szezonban. Ráadásul jelentős magasításon is átesett a csapatunk, tavaly pontugásból több gólt kaptunk, illetve nagyon keveset szereztünk. A felkészülési meccseken már megmutattuk a másik oldalunkat is. Ennek ellenére nem ígérkezik könnyűnek a tavaszi hadjárat, viszont azon feltétlenül javítanunk kell, és itt el is hangzott az az igény, illetve kritika, ami jogos, hogy hazai pályán nagyon sok pontot hullajtottunk. Ebben a szezonban ezt a mutatónkat ki fogjuk javítani. Az NB1-es Diósgyőr színeiben közel 150 meccset játszó 24 éves Bacsa Patrik a tavaszi szezonra kölcsönbe érkezett a kisvárdai együtteshez. Törökországban az edzőtáborba csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy ez kellően segített abban, hogy sikerüljön néhány emberrel, vagyis az egész csapattal így jobban megbarátkozni és összeismerkedni. Jó csapatok ellen játszottunk, nyilván füvön tudtunk edzni, úgyhogy ez nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy eredményes is volt ez a időszak. A csapatkapitány Erős Gáborra a jövőben játékosként kevesebb szerep vár, a középpályás, a szakmai stáb tagjaként dolgozik az együttes sikeréért. Őszinte leszek, nagyon élvezem, bár egy picikét hiányoznak az edzések, mert sokszor van, hogy én már kevesebbet vagy kimaradok, attól függ, ugye létszám függ, hogy esetleg párosan vagy páratlanul. Egy picit hiányzik az edzés, de maga az a része, hogy ott vagyok a srácokkal és tudok neki segíteni, az mindenképpen nagyon tetszik nekem, és örülök neki, hogy ebben a szerepkörben vagyok. A Kisvárda utolsó felkészülési meccsén szombaton 1-0-ás vereséget szenvedett az NB1-es Pakstól. Révész Attila együttese a tavaszi nyitányon vasárnap Soroksáron lép pályára.